általában az embereknek hasonló problémáik vannak, egy pici túlsúly, egy kis ízületi probléma, energiaszegénység, tehát alakot kell egy kicsikét formálni. Van egy holdpont a testmozgásban, elkezdeni nehéz, van egy mentális fáradtságunk, stressz, ami igazából bénítja a testünket, és azt érezzük, hogy fáradtak vagyunk, de amikor elkezdünk mozogni, akkor kitisztul az agyunk, a szervezetünk átáll egy másik működési mechanizmusra, lesz egy holdpont, és amikor azon átmegyünk, akkor azt érezzük, hogy milyen jó mozogni, és a mozgás után pedig repülünk. Inkább szoktam mondani, inkább kicsit kevesebbet csináljunk, mint többet, de azt rendszeresen. Tehát ne akarjunk most jobbak lenni a szomszédnál, aki már évek óta sportol, ne akarjunk bizonyítani, magunknak akarjunk bizonyítani, hogy ma ennyit tudtam, holnap pedig egy picikét többre leszek képes, és így azt gondolom, hogy ez egy sikerre vezető folyamat. Az egészséges életmód az egy buli. Az nem egy kinkeserves valami, ami csak a lemondásokkal találkozik az ember, és a lemondásokkal jár, hanem ez egy jó dolog. És persze egy hónap alatt azért szerintem az sem elhanyagolható szempont, legalábbis számomra edzőként semmiképpen, hogy van az öt alapképességünk, az erő, az állóképesség, az izületi mozgékonyság, a koordinációs képesség és a gyorsaság, ugye ezek a képességek is fejlődni fognak. És egy picit másképp látja a saját életét, boldogabb lesz, lendületesebb lesz, és hát itt a nyár, jönni fog a nyár, előbb vagy utóbb, persze előtte a tavasz, és akkor mindenképpen azt fogja mondani, hogy de jó, hogy belevágtam.